Pólya György matematikus, pedagógus neve mindenkinek ismerős kellene, hogy legyen. Erre törekszik a Pólya György általános iskola is, amely 2021. szeptember 1-ével vette fel a tudós nevét. A névhez hűen az intézményben a tantárgyak és a tudás átadásakor is használják a tudós pedagógiai módszereit. 1979-ben adták át a Sárberki általános iskolát a gyermekek évében, és 42 évig viselte ezt a nevet. Most per pillanat 660 gyerekünk van, ami szintén egy magas, én szerintem a városban nálunk van a legtöbb gyermek, így egy intézményben, nem összevont intézményként tekintve, és nagyon jók lettek a tanulmányi eredményeink, nagyon jó lett a neveltségi szintje a gyerekeknek. Azt mondhatom, hogy egy nagy boldog iskola vagyunk, nagyon sok mindent megőriztünk a múltból, hajtjuk a röplabdát, fennmaradtak azok a hagyományok, a sítáborok, erdeiskolák, egyebek, és az, hogy nagyon szeretjük a gyereket. Ez a mi iskolánknak egyébként a védjegye. Az intézményben 4. osztályig kötelező a néptánc tanulása. Ez is szerves részét képezi a hagyományok ápolásának továbbvitelének. A névadó gálán az iskola néptáncos csoportja és tagintézményének, a Móra Ferenc Általános Iskolának a tanulói adtak elő kerékpárral egy különleges műsort. 2007. január 3-án kezdtem el itt dolgozni. A legjobb szerintem az, hogy folyamatosan lehet fejlődni. Tehát a kollégák mindenre nyitottak, minden érdekli őket. Ugye én, mint informatikus, folyamatosan nézek minden után, és hál' Istennek őket is rá tudom beszélni az újdonságokra. Szerintem a mi diákjaink szeretnek iskolába járni, pont ezért, mert minden, tehát az egész iskola, az egész tanári kar, gyerekközpontú, mindent úgy próbálunk megszervezni a programoktól kezdve a tanításon át, hogy minél jobban megszerettessük velük a tanulást, a tantárgyainkat, nyilván mindenki a sajátját, illetve hát az alsós tanítónénik mindent. Igazából én azt gondolom, hogy a város egyik legjobb iskolája vagyunk, és ezt most minden nagy képűség nélkül mondom. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minél szélesebb körűen megismertessünk a diákjainkkal mindent. Legyen a sport, tanulás, csillagászat, úgyhogy igyekszünk mindennel megkínálni őket. A névváltást rengeteg pozitív visszajelzés fogadta, nem csak ország, hanem világszerte is. Az új irány felfrissülést és változatosságot hozhat az intézmény életébe.